Odakint még nyárias az idő, de a polgármesteri hivatalokban már elindult a munka, a képviselőtestületi ülések elkezdődtek, így történt ez Csabacsőden is. A közelmúltban képviselőtestület ülést tartott. Megkérem polgármester urat, hogy számoljon be a képviselőtestületi ülés témáiról és döntéseiről. Első napirendi pontként a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítására került sor. Tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Képviselőtestületi ülésünkről szeretnék néhány szóban beszámolni. Első napirendi pontunk volt valóban, mint ahogy elhangzott, a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása. Ez a módosítás egy nagyon rövid passzusból áll, nevezetesen abból, hogy a nyári napközis foglalkozások esetében az iskola évben használatos térítési díjakat alkalmazza önkormányzatunk, ugyanis a nyári tábor ideje alatt kvázi nem támogatott módon, hanem kvázi piaci alapon kellene számolni a étkezési díjakat. Ehhez testületünk hozzájárul anyagilag, hogy a csökkentett módon az iskolai évben kvázi támogatott módon kerüljen ez elszámolásra a nyári napközis tábor vonatkozásában is. Ugyanis a nyári gyermekétkeztetést a gyermekvédelmi törvény és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény is nevesíti. Ez kötelező önkormányzati feladat a nyár folyamán. Elmondhatom, hogy az idejében is szép számmal vették igénybe gyerekek ezt a fajta szolgáltatást. Második napi rendi pontunk volt a településrendezési eszközök módosítása, röviden szólva a helyi építési szabályzatnak a módosítása. Ez egy viszonylag hosszú folyamat, valamikor március-április hónapban indítottuk ezt a folyamatot. Mit jelent ez a gyakorlatban? A topos pályázatainkkal összefüggésben, nevezetesen a piasztér kialakítása, illetve a rendezvényterünknek a kialakítása mentén megvalósítandó pályázathoz szükséges. A piasztérnél a zöldövezetnek a megfelelő rendezése az egyik része ennek a helyi építési szabályzatnak, illetve a rendezvénytérnek a Petőfi iskola utcán lévő területnek a pályázati megvalósításhoz kapcsolódó vizes blokk, illetve épített színpad kialakításához szükséges területrendezési feladatokat elvégezni, és ezzel együtt ugye a helyi építési szabályzatunkat módosítani. Hát ezek tulajdonképpen olyan adminisztratív feladatok, amik hozzásegítik azt, hogy a kivitelezés elkezdődhessen, meg a tervezés. Így van, tervezés már folyamatban van. Vége felé közeledik, mindkét projekt esetében a tervek elkészítése, és ez a hosszú folyamat is végéhez közeledik. Itt közel 30 szakhatósággal kellett fölvenni a kapcsolatot, illetve egyeztetéseket kellett lefolytatni annak érdekében, hogy helyi építési szabályzatunkat tudjuk módosítani. Szeptember 17-én még egy egyeztetésen kell részt vennünk, reményeink szerint ez lesz már a sorban az utolsó, azt követően pedig testületünk el tudja fogadni a helyi építési szabályzatot, és azt követően, amikor az jogerőre emelkedik, akkor indíthatjuk a két projekt esetében az engedélyezési eljárást, ami az építésügyet érinti. Tehát valószínűleg itt a kivitelezés azért már a jövő évre fog átcsúszni. Minden bizonnyal jövő évben kerül sor mindkét esetben a kivitelezés megkezdésére, és szeretnénk is befejezni jövő év végéig. És ahogy nézem, a többi napirendi pont is kapcsolódik a különböző topos pályázatokhoz. Igen, sok olyan napirendünk volt, amely ehhez kapcsolódó. Például hármas számú napirendi pontban tárgyaltuk a közbeszerzési ajánlatokat, amelyek alapján beszerzésre kerülnek az energetikai pályázatoknál. A napközi otthonos konyha, illetve az egészségház energetikai pályázatánál a közbeszerzési szakértő kiválasztása volt a következő napirendi pontunk. Itt gyakorlatilag itt napelemek felszerelése
lesz, vagy más egyéb változás is lesz? Többek között napelem telepítése lesz mindkét helyszínen, illetve utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere, illetve némi fűtés, korszerűsítés. Tehát akkor egy elég komplex felújítás lesz? Hát több oldalú a megvalósításnak az iránya. Tehát épületgépészeti, villanyszerelési dolgokat érint, illetve magas építési tevékenységet is magában foglal. Mindkét esetben a Justícia Tanácsadó Kft. Adta a legkedvezőbb ajánlatot, velük fogunk szerződést kötni a kivitelezés előkészítését illetően, ők fogják a közbeszerzési szakértői feladatokat ellátni. Hát ezen projektek esetében ugyanazt el tudom mondani, mint az előző két projekt esetében, valószínűsítem, hogy a megvalósítás valamikor március hónapban fog kezdődni. Reményeink szerint ezek a munkálatok a nyár beköszöntéig elvégzésre kerülnek mindkét esetben. És akkor a kerékpárút fejlesztése is napirendre került? Négyes számú napirendi pontunk volt a konzorciumban megvalósítandó kerékpárút korszerűsítése. Csavasügy esetében ez másfél kilométeres szakaszt érint. A konzorciumban Kondorosváros, Kardosközség, illetve Békés-Szent András nagyközség vesz részt Csavasügy mellett. Kondoroson például 3,4 km kerékpárút építés valósul meg, Kardoson 2950 méter korszerűsítés, Békés-Szent András területén pedig 1,1 km kerékpárút építés, valamint 385 méter kerékpárút korszerűsítés, aszfaltozás valósul meg a pályázatban foglaltak alapján. Békés-Szent Andráson már a kivitelezés is folyamatban van a kerékpárútnak. Igen, de ez egy másik projekt, nem ennek a projektnek a része, egy másik projektben, konzorciumban van Szarvasvárosa, a Békés-Szent András nagyközség. Itt pedig ez a négyes alkotja a konzorciumot az elhangzott települések részvételével. Ennek a befejezési tervezett határideje 2020. december vége. És akkor itt egy nagyrátai útfelújítás, ez vajon mit akar? Tavaly esztendőben a nagyrátai lakosok levélben fordultak hozzám, hogy a nagyrátai útnak az aszfaltozását, illetve kátyúzását oldjuk meg. Ez a bekötő út? Az a bekötő út, tehát az Orosházi úttól dél-délnyugati irányba található út, gyakorlatilag Nagyrátának a főutcája. Maga az út az Agráz ZRT tulajdonában van. Én akkor megkerestem a tulajdonost, és vezérigazgató úrnak javasoltam, hogy egy több szereplős összefogással kerüljön megvalósításra ez a bizonyos kátyúzási tevékenység. Most egy öt szereplős összefogás mentén valósulna meg ennek az útnak a kijavítása. Ebben önkormányzatunk is ígéretünkhöz híven részt kíván venni, illetve részt veszünk. Erre határoztunk meg 1.040.000 forintot, mint hozzájárulási összeget. Reméljük, hogy hosszantartó jó megoldás születik az útjavítás területén Nagyrátán is. És rá is fér az útra? Ráfér, nagyon ráfér, az az igazság, hogy már régen megérdemelt volna egy aszfalt burkolatot. Persze tudjuk jól, hogy viszonylag hosszú szakaszról van szó, és ezek a munkálatok igen költségesek. Akkor van itt egy gépkocsi eladás. Pályázati forrásból sikerült a korábbi Peugeot Boxer platós kis tergépjárművünket lecserélni. Egy Renault típusú gépjármű került beszerzésre, billenőplatós kivitelben, így a Peugeot Boxer értékesítésére beérkezett árajánlatokat értékeltük, illetve most már mondhatom, hogy az értékesítés meg is történt. Lakossági észrevétel is volt még tartással kapcsolatban.
Igen, egy lakossági észrevétellel kapcsolatban tárgyalta a témát önkormányzatunk. Reményeink szerint a két fél között olyan megalapodás születik, amely biztosítja a békés egymás mellett élést. Igen, két fél között folyó vitáról van szó. 8-as számú napirendben tárgyaltuk a 15 éves gördülőfejlesztési tervet. Ez a gördülőfejlesztési terv a Csobocsüt területén található ivóvízhálózatot érinti, illetve a szennyvízhálózat fejlesztésének, javításának a tervezetét foglalja magával 15 év időtartamra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy önkormányzatunk bizonyos összegű bérleti díjat kap a ivóvízhálózat üzemeltetéséért, az Alföldi ZRT-től. Na most ezt az összeget vissza kell forgatnunk az ivóvízhálózat állagának megőrzése miatt, és biztosítanunk kell hosszú távon azt, hogy üzemképes, használható lesz a településen belül ez a kiépített ivóvízhálózat. Ez egy 15 évre szóló terv, amit elfogadott képviselőtestületünk. Persze természetesen, hogyha valahol sürgős javításra lesz szükség, akkor az soron kívül megoldható. Ez tulajdonképpen egy karbantartási terv, hogy mikor, melyik részen kell javítani, felújítani. Gyakorlatilag röviden, tömören így lehet összefoglalni, hogy egy tervszerű megelőző karbantartás, ugye a régi TMK szóval kifejezve. És a bejelentések következtek ezután. Bejelentéseknél a Csapzsüdék Baráti Köre Hagyományőrző Egyesület kérelmét tárgyaltuk, két kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz, de mind a kettő kérelem a címer használatának engedélyezését kérte. Egyik póló kinyomtatásához, illetve póló díszítéséhez volt szükséges, a másik pedig az Egyesület által elkészítendő molinón szerepeltetendő címer vonatkozásában. Mindkét kérelmet támogatta képviselőtestületünk, tehát a címer használatának így nincs akadálya. Következő bejelentés egy díjtámlázat elfogadása volt. Egységes szerkezetbe foglaltuk az önkormányzat által bérbe adandó önkormányzati helyiségeket, illetve eszközöket, amelyeket a lakosság bérbe vehet, szükség szerint alkalmanként használhat. Itt díjemelésre nem került sor, jelzem még egyszer, hogy egységes szerkezetbe lett foglalva. És volt egy tulajdonosi hozzájárulás, ez vajon mihez? Igen, egy külterületi öntözőrendszerhez, a 054/3-as számú önkormányzati tulajdonban lévő út használatához kértek tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást. Természetesen ebben partner önkormányzatunk, hozzájárultunk mint tulajdonosként, mint kezelőként az út használatához. És akkor ennyi volt a testületi ülés? Testületi ülésünk ezeket a témákat tárgyalta, és szeretném felhívni minden kedves tévénéző figyelmét, hogy aki még nem élt azzal a lehetőséggel, hogy általános iskoláskorú gyermekének, illetve óvodáskorú gyermekének az önkormányzat által biztosított támogatást felvegye, kérem, hogy ezt tegye meg hivatalba. Erre lehetőség van szeptember 28-áig. Tehát van még idő, két és fél hét még előttünk áll, hogy aki ezzel a lehetőséggel nem élt, akkor ezt pótolja. Sokan vannak, akik nem vették? Nem olyan sokan vannak. Iskolások esetében, ha jók az információim, már pedig úgy gondolom, hogy jók, akkor körülbelül 20 személy van, óvodások esetében pedig egy 4-5 személy, aki még nem vette igénybe ezt a támogatási formát. Jelezni kívánom, hogy szeptember 22-én kukoricanap megrendezésére kerül sor szokott helyszínen. Várunk minden kedves érdeklődőt ide Csabacsüdre, erre a szép eseményre.
Most ezeken túlmenően még fölmerült bennem, hogy itt munkálatok zajlanak az óvoda melletti Hársliget parkban, hogy arról mit lehet tudni, mi történik ott. Igen, valamikor 2-3 évvel ezelőtt adtunk be egy pályázatot, egy ilyen szabadidős fitness parkra, tehát egy ilyen edzőeszközök lesznek ott elhelyezve, és ennek a megvalósítása van folyamatban. Múlt héten érkeztek a kivitelezők, ez egy központilag vezényelt pályázat, tehát önkormányzatunknak ebben kivitelezőként sem kell részt vennie, mi csak pályázati nyertesként vagyunk jelen, és ennek a kivitelezése folyik. Terveink szerint a Petőfi utcáról egy járdán keresztül lehetne megközelíteni ezt a fitness eszközparkot, és hát reményeink szerint 1-2 héten belül ez olyan állapotba kerül, hogy utána használhatják az érdeklődők. És akkor mi újság a Bacsó utcával, mert ugye ott is voltak tervek, hogy építési. Köszönöm a kérdést. Bacsó utcai útépítéssel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy terveink elkészültek. Múlt héten a jogerős építési engedélyünk is megérkezett. Kivitelezőt kívánjuk kiválasztani az elkövetkezendő 1-2 héten belül, és hát amennyiben ez sikeres lesz első körben, viszonylag gyorsan sikerül kivitelezőt találnunk, akkor én nagyon szeretném, hogyha október végéig a kivitelezés megvalósulna. Hát szerintem ez nagy örömére lenne az ott lakóknak. És akkor van még egy, amiről volt régebben szó, a József Attila utca aszfaltozására is volt pályázat beadva. Beadtunk József Attila utca aszfaltozására is egy pályázatot. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium kiírásában került meghirdetésre ez a pályázat. Sajnálattal kell közölnöm, hogy jelenleg várólistán van. Első körben nem nyert. Választókerületünkben 2 település volt kedvezményezett. Köszönöm szépen a tájékoztatást, polgármester úr. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Mindenkinek jó egészséget kívánok.